Most kicseréljük ezt a rendszámtábla tartó keretet. Kipattogtatjuk ezt az alsó egységet, ami láthatóan különáll a többitől. Ez azért volt bent, hogy ne zörögjön. És ugye ebben az esetben 1, 2, 3 patent tartja. És egyszerűen ez is itt egy zörgésgátló volt, mert amúgy elég jól zörg. Egyszerűen kihúzzuk ezt a rendszám táblát a keretéből. Mondom, egyszerűen kihúzzuk. Vagy nem annyira egyszerűen, de ezt kihúzzuk, az biztos. Bele van ragasztva. Ez könnyedén megesett, hogy ez ide bele van ragasztva. Szép, szóval nem jön ki, akkor majd egy kis feszítéssel kijön az. Azt, hát én ilyet még nem láttam, hogy ez hogy volt ide bele akaszkodva, de bele volt rendesen. Igen. 1, 2 csavar tartja, és ez eléggé billegővé teszi. Mindegy, most ezt kicsavarjuk, ezt a két csavart. És ennyi volt az eredeti keret leszedése. Ez elég jó megoldás, ez a kis polifóm alátét, de az a baj, hogy a széle az ugyanakkor még tud zörögni. Van itt egy új rendszámtábla keretünk. Most ezt fogjuk felszerelni. Erről van szó. Ez egy krómozott keretű rendszámtáblatartó. Ezt a kis felöntést itt le kell törjük, nem volt nagy művészet, így. És ezt fogjuk majd ide belepattintani. Ez annyival jobb, mint az előző, hogy van itt is egy ilyen kis hurkos felöntés, ami egy kis feszítést, előfeszítést és rugalmas rögzítést ad a rendszámtáblának, és ezek a kis fülek is bekerülnek majd a rendszámtábla alá, amik ismét feszítik és stabilan tartják, hogy ne zörögjön az a rendszámtábla. Jó, ez egész ötletes. Ezek a kis fülecskék szintén itt alácsúszva fixen fogják tartani a rendszámtáblánkat. Most nézzük meg, hogy ezek a furatok ide pontosan illeszthetők-e. Úgy tűnik, ebben az esetben pont van illeszkedő furatunk, amit üdvözlünk. Teljesen jó. Meglátjuk, hogy mit fog zörögni. Tehát akkor ugye itt vannak ezek a kis zörgésgátló fülecskék. Itt van két fül, ami valószínűleg a ráncszám kicsúszásának a megakadályozója. Ezt csúsztassuk a helyére. Ugye, és hajlítással bele tudjuk így helyezni. Meglátjuk. És itt vannak ezek a rögzítőfülek, amit alácsúsztatunk, szintén a kotyogás megakadályozása miatt. Aha, vagy nem. Vagy nem. Hát pedig ez oda kéne. Hát így aztán nem fogjuk, persze. Ha. Pedig én ezt logikusnak tartanám, hogy az ott úgy lenne. De nagyon nem az. Hoppá, ennyi. Ezt is letörjük, ezeket a füleket is letörjük, mert nem kell. És most a helyére illesszük a záró elemet is. Ennek is van 1, 2, 3 patentje. 1, 2 és 3 patent. Egyelőre csak kicsit zörög, de majd kitámasszuk, hogyha szükséges lesz rá. Nem vészes. Egész jó. Pici kottyanása van. Jó.